Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit. Engedjék meg, hogy a következő fél órában egy kicsit eltávolodjunk a várostól. Nem megyünk messzire, még a Velencei tóig sem jutunk el, hiszen vendégünk a Dínyési Halgazdaság Kft., ahogy a helyiek mondják, a Dínyési Halivadéknevelő ügyvezetője, agrármérnök és halászati szakmérnök. Sok szeretettel köszöntöm a stúdióban Szabó Krisztiánt, és köszönöm, hogy eljöttél. Üdvözöllek, Csilla, üdvözlöm a kedves nézőket is. Azért gondoltam fontosnak, hogy meghívjalak, mert nagyon különlegesnek és nagyon érdekesnek tartom a foglalkozásodat. Már eleve a választásnál, mert persze, hogy az ember fejében megfordul, hogy hogy jut el valaki odáig, hogy halivadéknevelő legyen. Hol indult ez nálad? Hát ez nagyon érdekes. Én ráadásul budapesti vagyok. Pesten nőttem fel, Pesten jártam iskolába, és úgy gondolom, hogy egy pestitől ez talán még furcsább, hogy vidékre menekül. Az én esetemben ez menekülés volt. Rengeteg nyarat töltöttünk vidéken, és én megszerettem ezt a vidéki életet. Nem is költöznék máshová, mert nekem a vidék, az attól vidék, hogy a szomszédok intenek egymásnak, ha más nem látásból a faluba mindenkit ismerünk, és ez nekem a pesti forgatakhoz képest ez egy sokkal nagyobb lelki megnyugvás. Hát aztán meg, hogy miért a halak, ez meg egy gyerekkori szerelem, az akvarisztika. És ez a kettő együtt, ez oda vezetett, hogy az Agrár Egyetem, akkor még Gödöllői Agrártudományi Egyetem, most már a Szent István Egyetem tagjaként, ott végeztem el a tanulmányaimat. Tehát ez azt jelenti, hogy volt otthon akvárium, amit te tartottál rendben? Tehát minden, igen, abszolút, nem is egy, hát ugye kis panel lakásban laktunk, tehát a lehetőségekhez képest azért 10, 20, 30, 50 literes akváriumok akkoriban, nekem még az álmom ez az 50-60 literes volt, most már nem is számít olyan nagynak, és a vizek, nem csak halakkal foglalkoztam otthon, hanem gőtékkel, békákkal, imádtam a kis vízi parányokat, a vízi bolhákat, és ezt az egész vízi milliót, és így szinte meg volt írva, hogy én nekem itt kell a pályafutásomat folytatnom. Édesanyád jól viselte? Anyukámnak csak egy kikötése volt, hogy ami állatot tartok, szőre és tolla ne legyen, mert azután marhára kell takarítani. És akkor így béke volt. Elfogadta. Ha már halak és víz, azon nem gondolkoztál, hogy mondjuk tenger felé? Nekem az távoli. Picit lokálpatrióta is vagyok. Én külföldi tanulmányokban sem vettem részt igazán. Konzervatív vagyok valójában, pedig nem vagyok olyan idős, de te tudod jól, Facebook címem sincsen, tehát én a kis saját dolgaimat imádom csinálni, és lehet, hogy ez is egyébként a halászatban, ami ott tart engem, és szeretem, és bírom, hogy az ember ott azért picit magányos. Hatalmas tavak vannak, általában a tógazdaságok kiesnek, ez elég szerencsés Dínyésnek a helyzete, a Dínyési Halgazdaságnak, mert közel van a főúthoz, a városhoz, de általában ez völgyzárógátas rendszerekben, dombos vidéken kiesnek a civilizációból. A halász emberek egy picit mindig magányosak, és ezt megtapasztaltam, és ha valaki erre adja a fejét, bizony gondolnia kell arra, hogy ezt a szakmát muszáj szeretni. Ezt anélkül nem lehet csinálni. És az egyetemen mindjárt az első évfolyamtól kezdve indult ilyen szak, ami ide irányult? Nem az első évtől, mert az elején általános agrármérnököket képeztek mindenkiből, és igazándiból így is végeztem, hanem az utolsó két évben tudtunk, akkor még az egyetemi képzés volt 5 éves képzés, és az utolsó két évben szakosodtunk, de én akkor már abszolút a hallgazdaság felé mentem, hallgazdálkodás felé, és ebből is írtam a diplomámat, tehát ténylegesen a hallgazdaság, az a hallgazdálkodás, amit én csinálok, és értek is, megmondom őszintén. Ugye itt egy majdnem 20 évvel ezelőtt végeztem az egyetemet, hát bizony én búzát, kukoricát már biztos nem tudnék termeszteni, mert azok a dolgok már erősen megkoptak. Viszont a halakat imádom.
A beszélgetésünk második részéből azért majd ki fog derülni természetesen az is, hogy miért is kell ezt ennyire tanulni, mert amióta találkoztunk, és volt szerencsém megnézni a műveletet, ahogy a hal születik, hogyha ezt a kifejezést használhatom, azért az maga csoda, és maga az izgalom, és maga a rengeteg tudás meglepő módon még a vízminőséggel kapcsolatban is, amiről azt hinne az ember, hogy egy halgazdaságban úgyis egyféle vízminőség van. De erre majd rátérünk, én visszatérnék oda, hogy megszerezted ezt a diplomát. Gondolom azért olyan nagyon-nagyon sok hely nincs, ahol ilyen diplomával el lehet helyezkedni. Nincsen, és érdekes, hogy én úgy veszem észre, hogy akik mostanában is végeznek agrármérnökök, nagyon kevesen helyezkednek el a gyakorlatban. Jobban, szívesebben a hivatalokban, minisztériumokban. Tehát ez a mérnöki munka, úgy hiába ez természetközeli az agrármérnök, de mégis íróasztal felé mozdul el mindenki. Az én időmben ez még nem volt ennyire éles. Egy rövid kis kitérővel nekem szerencsém is volt, mert amikor végeztem, utána nem sokkal volt itt dinnyésen megüresedés, és az előző főnököm, ő fél év múlva el is ment egy másik gazdaságba. Megpályáztam ezt a lehetőséget, az elén megbízott vezetőként, később pedig teljes teljhatalommal rám bízták a gazdaságot, és úgy érzem, hogy az évek során az elején voltak nehézségek, nem feltétlenül a szakmai dolgok miatt, más körülmények miatt, de én úgy érzem, hogy ha nem veszed meg a kedves nézők szerintelenségnek, de fölnőttem a feladathoz. És meg vagy elégedve tehát azzal, amit csinálsz. Ezt most azért kérdezem, mert tényleg, hogyha valaki éveken át tanul, diplomát szerez, nyilván inkább egy tiszta körülmények között irodában dolgozik, viszont ha valaki találkozik Szabó Krisztiánnal dinnyésen munka közben, akkor nyakig gumicsizma és egyéb felszerelés, amiben a napjaidat töltött szélbe, hidegbe, esőbe, vízbe, jégbe, mindenben. Igen, nem is nagyon szeretem és nem nagyon használom ezt az ügyvezető titulust, mert idegennek érzem magamtól. Elvégzem azokat a feladatokat is, de és én szerintem így van vele minden egyes halas szakember, tógazdaságvezető, agronómus, aki ilyen helyen dolgozik, hogy a természet közeliségben. Úgy képzeljék el a vevők, mint a vadász az erdőben. Állandóan járja, figyeli, gondozza. Tehát itt nem lehet egy inkben, nyakkendőben a tópartról egy karmesteri pálcával irányítani az embereket, a termelést. Itt bent kell lenni a sűrűjében, mert és ahogy föl is vezetted, bizony itt azért a szépségeket említetted, de meg tudja az ember gyötörni egy-két nem várt időjárás jelenség, vagy piaci helyzetváltozás. És a hal nagyon-nagyon érzékeny ezekre a dolgokra. Nem ismerjük annyira a vizeket, mint amennyire kellene. Beszéljünk egy kicsit a családról is, mindjárt az elejéről, mennyire csajozós foglalkozás a tiéd. Csajozósnak lehet, hogy csajozós, viszont nem családbarát. Abszolút nem családbarát. Szegény feleségemtől minden évben megkapom a keltetéskor is, és a halászatkor is, ezek a dömping munkák, hogy már megint miért vagy ilyen sokáig bent, miért jössz ilyen későn haza. Igaza van, abszolút igaza van, de ez egy 0-tól 24 órásig, és január 1-től december 31-ig tartó elfoglaltság. Azt szoktam szegénynek mondani, hogy ez nem olyan, mint egy ipari termelés, hogy van egy startgomb, meg egy stopgomb, és onnan folytatjuk a másnapot, ahol az előzőt abba hagyjuk. Itt, hogyha valami baj történik, az megpecsételi az egész évet. Egy tó, egy oxigén hiány miatt elpusztul, és ez bekövetkezhet azért, mert elfelejt egy tógazda fölkelni, vagy nem kell föl időben reggel, és nem teszi meg az óvintézkedéseket. Pár óra alatt semmisé válhat egy tónak a termése. Az egész évet megpecsételte, pótolhatatlan. Milyen gyakran van otthon hal? Nem olyan sokat, mint gondolnák a nézők. Azért igyekszünk havonta egy két-három alkalommal halat enni. Bent a gazdaságban hetente egyszer szoktunk főzetni. Van egy jó kis gazdasszonyunk, aki gondoskodik rólunk, és ott viszont igyekszünk sűrűbben, főleg a halászat alatt is, minden
második, vagy ne adj Isten, minden héten egy kis halat is beiktatni. Mert ha valaki, akkor te igazán tudod, hogy milyen egészséges a hal, hiszen ezt is így van. Hallottuk már tőled, és tanultuk is tőled annak idején. Melyik a kedvenc halad? Nem csak nem ételre változik. Gondolok. Ja, úgy általánosságban. Én ételre gondoltam most, az mindig egy picit változik. Most, ami a kedvencem, az az amúr. Nemrég fedeztük fel újra a fiúkkal együtt. Nagyon jó kis sütőhal, és majdnem a süllőhöz hasonlítom az ízét, csak nem szálkátlan, hanem szálkás. Egyébként meg, hogy melyik a kedvenc halam, hát nem is tudom. Nem gondolkoztam ezen annyira. Inkább azt mondom, hogy nagyon szeretem a halnevelésnek a szaporítás részét. Tehát Lévai Ferenc barátommal, kollégámmal váltottunk egy telefont egy pár napja, hát biztos ismerik a kedves tévénézők, Halország királya, ha szabad ezt mondanom. A halászat szóvivője. Úgy van, tehát őróla azt gondolná szintén mindenki, hogy ő egy nyakkendős, egy minisztériumba bejáró, egy teljesen irodista ember, de nem, abszolút nem. Hát az élményeket osztottuk meg, hogy milyen jó, amikor jó egy előnevelt halfogás, ezek a pici halak közé bemenni hálóval, megfogni őket, kis kupákkal, szűrőkkel rakni, és élvezet az, amikor az embernek látszik a kétkezi munkájának az eredménye, és valójában szerintem ez élteti a halászokat is, mert olyan zord, külsőséges körülmények között dolgozunk, hogy a pénz azért nem kárpótol. Mondhatom bátran, hogy semmi pénz nem kárpótol érte, az, ami az embernek, az ember szívének megnyugvást ad, hogy sikerült, megcsináltuk, szép a termés, életben tartottuk, meg még ha jól el is adtuk, akkor mindenki örül. Azt már látszik, hogy Szabó Krisztiánnal nem lehet úgy beszélgetni, hogy ne a halakról és a ivadéknevelésről beszéljünk. Úgyhogy akkor érkezünk meg a halgazdaságban már csak azért is, mert azért nagyon sok mindenben úttörő volt a közel 50, vagy egy kicsit talán több mint 50 éve működő cég. Így van. Az 50-es évek végén kezdődött az építése a halgazdaságnak. A 60-as évek elén már működött. Először kisebb, utána már a teljes területen. Bizony, tehát mondhatom azt, hogy Dinnyés a magyarországi, talán kis túlzással még az európai haltermelésnek is a bölcsője, mert hogy magyar szakember, Vojnárovics Lexi bácsi, aki kikísérletezte, először Brazíliában, utána meghonosította a pontszaporításnak a mesterséges technológiáját, és Dinnyés volt az az első gazdaság, tulajdonképpen ezért is építették, ahol nagyüzemi módon mesterségesen szaporítottak halat. Először a pontyot, és később a 60-as évek végén, 67-68-ban pedig már amúrt és busát is. És amúrt és busát először az országban. Így van. Ez dönts el mindenki, hogy ez ómen vagy ámen. hogy jutott ez ide? Amúr és busa nem őshonosak, és mégis. És nagyon érdekes, igen, tehát az amúr busa anyák azok különösen nagyok. Tehát egy pontyot lehet szaporítani 4-5 kilósan is. Az amúrból meg busából bizony a 8-10-12 kilósakat érdemes, meg lehet is szaporítani, ők abban a korban érik el, abban a méretben az ivar érettséget. Hát azért biztos, hogy nagyon nagy vállalkozás lett volna messziről ezeket a halakat ide szállítani. Ezek pici zsenge halként érkeztek, frissen kelt kis hallárvalként, és a gazdaságban fölnevelték őket anyának, és akkor lehetett szaporítani. Térjünk rá akkor a halivadéknevelésre, mondjuk a pontynál, hiszen abból készül a legtöbb. Hogy kezdődik a történet? Hát először is még... Szerelmes lesz az anyaponty és az apaponty. Igen, de egy fontos dolgot szeretnék tisztázni, mert mindig félreértés van, és egy kicsit olyan visszásan hangzik ez, hogy mesterséges szaporítás. Ez olyan rossznak hallatszik, olyan művinek. De sőt, a horgászok körében még az is elterjedt, hogy az ilyen módon szaporított hal később nem lesz ívóképes, nem lehet rábírni a természetes szaporodásra. Nem igaz abszolút. Tehát ez a mesterséges szaporítás tulajdonképpen helyesebb szó lenne, hogy egy irányított szaporítás. Egy nagyon pici művi beavatkozással, egy hormoninjekcióval mi arra késztetjük a halakat, hogy időjárástól,
másik nemtől, környezettől függetlenül, akkor legyen nekünk sok kis halunk, amikor mi szeretnénk, hogy tervezhessünk később a kihelyezésekkel, eladásokkal, telepítésekkel, ne pedig véletlenszerűen. Hát most nagyon jó példa az idei év, hát milyen változékony az időjárás. Azért gondolhatják a nézők, hogy ez a picike 4-5 milliméteres hal, amikor ki kell, mit érezhet ezekbe a viharos időkbe, a hőmérséklet ingadozik egyik napról a másikra hatalmas értékeket. Hogyha ezt kordában tudjuk tartani, akkor sokkal biztonságosabb a termelés. Van ennek a hormoninjekciónak mellékhatása, akár a halra, akár a halat elfogyasztó emberre? Nincsen. Hipofízissel oltunk. Ez azt jelenti, hogy a hipofízis tulajdonképpen önmagában is a hal agyában, az agyalapi mirigy magyarul, és a halfeldolgozók, amikor előkészítik a halat, ott ügyes szakemberek ezt a kis agyalapi mirigyet szépen kiveszik, megszárítják, és mi később ezt porítjuk, és adjuk vissza a halnak tulajdonképpen. Ez egy természetes hormonforrás, ez indítja el az ikra leválást, az ovulációt a természetben. Ez elindul magától, a hőmérséklet, a másik nem jelenléte, a időjárás, ha kedvező, az oxigén viszony, de a horgászok biztos, hogy tudják, hogy na most olyan az idő, meg olyan a hőmérséklet, most indul a halívás, minden szezonban más és más halfajnál, ezt váltjuk ki. És tulajdonképpen ezzel a hormonindukcióval elindítjuk ezt a folyamatot, viszonylag gyorsan, tehát az első nap reggel és este beoltjuk a halakat két részletbe, hogy ne egy hirtelen dózis legyen, és másnap reggel már a pontyot, másnap reggel már lehet fejni. Ez így olyan egyszerűen hangzik, de azért ehhez el kell képzelni, hogy ezeket a halakat meg kell fogni. Tehát gondolom, hogy ilyenkor valamelyest lehalászátok, kisebb helyre kerülnek, könnyebben hozzáférhetővé válnak, és ott egyenként meg kell őket fogni. Hova kerül az oltás? Hát igen, tehát ez egy pici része, egy-két napos történet, de viszont egy egész éves felkészülést igényel, hiszen ezeket az anyahalakat jobban kell tartani, vigyázni kell rájuk, amikor mielőtt megindulna az ívás, előtte jó pár héttel már külön válogatjuk a teljeseket, ikrásokat, nehogy véletlenül önmaguk gondoljanak egyet, és elívjanak bent ezekben a kis tározó telelőtavakban. Amikor eldöntjük, hogy kezdjük a szaporítást, akkor még megint átválogatjuk őket, mert hiszen a halak is egyedi lények, itt nekik a szaporítási szezon a természetben eltolódik hetekre. Van, amelyik egy kicsit korábban érik meg, van, amelyik később, de ez a halászmester, meg a gazdaságvezető feladata, hogy átnézzük a halakat, bemegyünk nyakig a vízbe, mi ezt szeretjük, és akkor megfogjuk a kis hasukat, hogy na, olyan, mint régen a teljes zacskó, hogy jó kis puha, jó kis telt, na akkor ezeket vegyük először. És az ilyen halaktól lehet sikeres ivarterméket fejni később. Tehát egy fejés következik akkor a válogatás és az injekciók után. Úgy van. És a fejés eredményeként ott van az ikra, mi lesz vele? Úgy van, hát itt a fejés és a termékenyítés pedig egy majdnem csak egy konyhai feladat, egy főzőműsornak a része lehetne, hiszen az elbódított halakból rendes műanyag tálakba kifejjük az ikrát, a tejet poharakba, összekutyuljuk, összekeverjük, kis túlzással vizet adunk hozzá, és akkor kezdődik meg a folyamat. A víz hozzáadásával aktiválódnak az ivarsejtek, a hímivarsejt megtalálja az ikrákat, bejut, elindul az osztódás, és szépen elkezdődik a fejlődés. Amiben nagyon fontos volt Lexi bácsinak a munkája, hogy legtöbb halunk, a ponty is, ugye a legjelentősebb gazdasági halunk, ragadós ikrával bír. Ez nagyon nagy problémát jelent, amikor egy üvegben nagy tömeget akarunk érlelni, keltetni, mert ha ez összeragad egy csomóba, a belső szemek oxigénhiány miatt menthetetlenül elpusztulnak. És ebben ő neki volt úttörő munkája, hogy először egy sóskarbamidos oldatban duzzasztjuk az ikrákat az első egy-másfél órában, akkor már megszűnik a ragadóság, és legvégül egy csersavas
kezelést végzünk, amivel végleg megszültetjük, és szépen az üvegbe ezek az ikraszemek egymástól függetlenül tudnak pörögni friss oxigénhez jutva. Tehát otthon ne próbáljuk ki, mert a sima csapvíz nem biztos, hogy... Nem lesz sikeres. Nem lesz sikeres valószínűleg. Nos, amikor ez mind megtörtént, mennyi idő kell a folyamatban ahhoz, hogy az első hal kezdeményezések látszanak? Nagyon gyors a folyamat, legalábbis itt az eleje. Hallgattam valamelyik nap a rádióban, hogy az elefántnak majd 2 év kell, hogy kihordja a kis elefántot. Itt tulajdonképpen, ha ideális a hőmérséklet, 3 nap alatt kikelnek a kis halak. És gondoljunk bele, egy anyahaltól, itt egy 6-8-9 kilós ikrás halra gondolok, egy másfél, esetleg 2 millió ikraszem is nyerhető. Nagyon jól termékenyül, tehát 99%-ban megmarad ez a pici hal, 3 nap után kikel, még egy 2-3 napig tartjuk benne a keltetőbe, úgy hívjuk ezt a folyamatot, hogy levegőt vesz. Furcsának tűnik, de valójában ez történik, mert az elején még kapaszkodna szegény, mi nem engedjük, mert mindig friss vízzel mozgatjuk, és a 3. napon pedig föltölti az úszóhólyagját, és elkezd vízszintesen úszni. Megnyílik a szája, elkezdi keresni a táplálékot, na akkor tesszük ki őt már a frissen előkészített tavakba, hogy megkezdje a tényleges életét. Csak hogy könnyebb legyen elképzelni, ez annyira kicsi halivadékoknál történik, hogy valójában mikroszkóppal látható. Hát gyakorlatilag igen, tehát ezek a kis halak, ezek tű vastagságúak, és 4-5 mm hosszúak, tehát ami miatt látszik, hogy az élőlény a 2 pont szeme, meg a kis úszása, de egyébként nagyon kis törékeny lények, nagyon kell rájuk vigyázni. Nyilván az a víz, amiben ilyenkor vannak, az nekik tökéletes, hiszen kikeltek benne, de ezek után át kell őket helyezni. Milyen vízre van szükség, és mennyire kell ezt laborban vizsgálni, hogy az a víz alkalmas-e arra, hogy fogadja ezeket a kis halakat? Rengeteg veszély leselkedik rájuk a vízminőségen túl a természet miatt is, hiszen hát a vízminőségnél azt kell, hogy mondjam, itt mindenféle paraméterek, számok nélkül, hogy kimondottan jó vízminőség kell. Vannak olyan halas tavak, nálunk is vannak olyan tavak, amiknek haltermelésre kiváló jó a vízük, viszont olyan paraméterekkel bírnak, amin ez a kicsi hal ezt nem tolerál. Mi a keltetéshez kútvizet használunk, tehát az már eleve, egy picit érleljük, hogy ne az a nyers, egyből a földből feltörő víz legyen, egy tóba gyűjtjük ezt a vizet, és onnan kerül szűrőn át a keltetőbe. Aki látja benne a keltetővizét, azt hiszi, hogy csapvízzel dolgozunk, de valójában nem csapvíz, hanem egy nagyon tiszta szűrt kútvíz. Kint a tavainkat pedig a császárpataknak a vizéből töltjük szigorúan, az egy jó minőségű vizet ad az előneveléshez. Ha más vízbázisból dolgozunk, akkor sajnos előfordul a sikertelenség. Most tehát akkor kikerülnek egy nagyobb helyre, ahol igen, már úszkálni tudnak. Mennyi idő múlva lesz belőlük olyan hal, amit akár tavakba lehet tölteni? Igen, érdekes, tehát az első folyamatok azok nagyon gyorsak. De maga a halnak a teljes fejlődése, a nevelése, az a hagyományos technológia szerint 3 évig tart. Ha belegondolunk, hogy egy csirke a kelésétől kezdve, amíg az asztalunkra kerül, néhány hét, 2 hónap, nem olyan sok idő, a pontnál ez bizony, még ha az ember ügyes, akkor is egy 2 év szükséges hozzá. Az első időszakban, amikor kikerülnek ezekbe a kis előnevelő tavakba, egy 3-4 hetes előnevelési fázis van, akkor tökmagméretűek lesznek, így is hívjuk őket, hogy tökmagponty vagy előnevelt ponty, és utána, amikor tovább helyezzük őket nagyobb tavakba, akkor őszre ilyen 3-5 dekásak, esetleg nagyobbak, cigarettás dobozméretű halaink lesznek, amiből majd a 2.-3. év után lesz csak piac élet. Említetted, hogy egy anyahalból több millió kishal született. Hány százalékból lesz később hal? Igen, és ezért is fontos a halgazdálkodás. A mi védett körülményeink között is csak olyan 10-15%-a. Ez így nem tűnik soknak, de mégis sokkal több, mintha
hogyha belegondolunk, hogy a természetes ívásnál ezrelékekről beszélünk. Tehát ez azért is van, hogy a halak ilyen nagy tömegű ikrát, ivarterméket adnak le, mert annyi ellenségük van a vízbe, hogy a sokból csak marad valamennyi. Itt gondoljanak bele a kedves nézők, hogy biztos mindenki ismeri a Spongyabob nevű vagy című rajzfilmet, abba a plankton. Na ez a pici plankton, ez 2-3 milliméteres, ugyanígy néz ki a természetben is, mint a rajzfilmben. Ez a kis plankton, ha olyan sűrűségben van jelen, ez már ellenség ennek a pici halnak. És milyen érdekes dolog, hogy 3-4 napos koráig ellensége megcsípi és piszkálja ezt a pici halat, és 5 napos kora után pedig már táplálékává válik. Ilyen erős folyamatok zajlanak a vízbe is, és nagyon sok ilyen apró kis szösszenet van, ami miatt kiszámíthatatlan a megmaradásuk a teljes természetes viszonyokban. Beszélgetésünkből biztos kiderült, és a nézők is úgy gondolják, hogy vendégünk Szabó Krisztián tényleg nagyon szereti a munkáját, és ehhez gratulálok, kívánom, hogy sokáig élvez még, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. A Fehérvár Televízió nézőinek pedig köszönöm a figyelmet, viszontlátásra! Viszontlátásra!